sportosat. Híradónk vendége Herédi Attila, az Újpesti Dózsa egykori válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, Józsi! A te idődben rugott már az Újpest félpályáról gólt? Most gondolkodnom kellene, de nem emlékszem rá. Ugye most így szerzett egy pontot az Újpest, mert félpályás ugye körből. Igen, igen. Ami nagyon szép megmozdulás volt, csak utána árnyalta az összképet az, hogy utána ugyanez a fiú, aki ezt a gólt vétette, idézőjelben, azután volt egy oldal szabadrugás, ami a kaputól 22 méterre volt, és az első védőt bokárok tartta, ami úgy gondolom, hogy egy nagyfokú figyelmetlenség, vagy odafigyeletlenség, nem tudom, hogy ezt hogy szép magyarosan mondani, tehát ez az edzőknek a rémálma, amikor van egy oldal szabadrugás, amire rá lehet készülni, áll a labda, és akkor az első védőt úgy, ahogy van, bokárugjuk, vagy térden. Nagy mákja volt az Újpestnek, maradjunk annyiba, ugye ezzel a góllal. Viszont ez a szegény embert az ág is húzza kategória is lehet, hiszen a 90 akárhányadikban sikerült elveszteni a két pontot, ha lehet így mondani, hiszen már zsebbe volt. Most ebből az egy-egyből most mit lehet leszűrni? Most az Újpest megtalálta a menekülési útvonalat? Hát én ezzel kapcsolatban még erősen szkeptikus vagyok, én nem gondolom. Itt most ezen a meccsen az látszott, hogy azok a játékosok, akik el voltak tiltva a koronavírus miatt, azok most egy kicsit felszabadultabban és ötletesebben próbáltak futballozni, amiből egy vezetésre futott az erejükből, ami a Bognár Gyuri féle vezette Paks ellen a mai világban mondhatjuk azt, hogy figyelemre méltó, hiszen régen egy Újpesthez, hogyha jött egy Paks szintű csapat, és nem bántva a Paksot, egy vidéki csapat, akkor csak az volt a kérdés, hogy mi lesz a vége. Három. Vagy igen, több. Igen. Tehát a három vagy több, általában ez volt. Még a Belvon idejében is ez volt az Újpestnek, a Belvon Attila még játszott, akkor is ez volt a kérdés, hogy három vagy több. Ez most kapus hiba, vagy nem? Ez a gól, ez a Paks hiba. Nem úgy gondolom, hogy ez egy kiváló helyzetfelismerés volt a játékostól. Nem érzem kapus hibának, hiszen ők voltak támadásban, és egy előreévett labdánál a kapusnak körülbelül azon a ponton kell állnia, vagy lehet, hogy még kiebb is, ahol ő állt, a kapus, hiszen egy, ha vissza tudnánk nézni, egy gyönyörű labda átvétel után egyből beívelte a kapuba. Tehát szerintem nem állt rossz helyen. Most ilyen gólt, ha valaki rúg egy ilyen gólt, erre azt mondják, hogy meg kell süvegelni, mint ahogy a szabadrugás a 16-os környékéről, arra is azt szokták mondani, hogy ha sorfal fölött berúgja a támadó, akkor az legyen, de oda, ahol áll a kapus, oda ne kapjál gólt. Most ő nem hibázott szerintem a helyezkedéssel, de hát ezt dönts el a Paksnak a kapus edzője, hogy ők mit beszéltek. Nem mindegy, hát ez van. Fradi Barcelona lesz szerdán. Mit mondasz? Hát reméljük, hogy tényleg valóban megtalálják az útirányt, hiszen olvastam az interneten, hogy Bukarest felé indultak volna. Igen. Ez egy kicsit furcsa, hogy Bukarest-Budapestet összekeverték. Uraim, hát azért álljunk már meg a 21. század, ne hibázzunk ekkorát, most B betűvel kezdődik mind a két főváros, de azért ezt nem kellene keverni. Ez csak az ő oldalukról egy kicsit mókás, de úgy gondolom, hogy... Azért nem vesznek bennünket ennyire félváról, gondolom én. Remélhetőleg nem, meg úgy gondolom, hogy nem. Ez csak egy ottani média elírás lehet. Csak azért is kérdés ez, mert ugye most meldőlt, hogy az első két helyen ugye... Abban már nem, igen. De ilyenkor vajon egy igazi profi csapat most akkor hogy áll hozzá egy ilyen meccshez, amikor már végül is eldőlt minden az ő részükről. Az ő részükről, ha én edző lennék, vagy egy ottani szakmai vezető, akkor nyilvánvalóan adnék azoknak a játékosoknak lehetőséget, akik
Eddig kevés lehetőséget kaptak. Kevesebbet kaptak. Azt nem azt mondom, hogy nem lenne kezdő mondjuk egy Messi, vagy azok a játékosok, akik alapból játszanak, de biztos, hogy pihentetném őket, mert hiszen eldőlt. Most milyen mérkőzésen mutassák magukat, hogyha nem olyanon, ahol BL pontokért lehet vitézkedni. Csak hát ez a nézők nélküli meccs. Ez szomorú, de ez nem lehet hozzászokni, tehát most már lassan egy fél éve megy ez a mutatvány, és azt látjuk, hogy itt tudnak olyan eredmények születni, amik mondjuk egy teltházas meccsen nem biztos, hogy születnének, hiszen most akár az előző hét bajnoki fordulóit nézzük, hatalmas meglepetések voltak Németországban, kikapott a Dortmund otthon, kikapott az Atalanta otthon. Tehát olyan csapatok tudnak nyerni idegenbe, akiknek valószínűleg egy teltházas mérkőzésre nem lenne esélyük. Honvéd. Kieső helyen áll. Nem irigylés reméltó a helyzetük, hiszen nagy díjredúrral fölépítettek egy klubot, vagy újraépítettek, vagy én nem tudom, hogy ezt hogy mondják, de lett egy új tulajdonos és egy új szakmai stáb. Itt most kíváncsi lennék, hogy a Honvédnál ezt most hogyan értékelik, hiszen azt nem halljuk, hogy ebből valami fajta nagyobb zenebona lenne, de hogy ezt hogyan értékeli mondjuk egy sportigazgató, egy edző, ezt mondjuk meg lehetne kérdezni tőlük, hogy ezt most hova teszik. Bár a Boldog nyilatkozta, hogy legszeresebben nem nézegeti a tabellát, hiszen akkor öngyilkos lenne, de előbb-utóbb kell. Hát igen. Főleg úgy, hogy azért ne felejtsd el, a háttérben Boldog Tamás mögött ott van egy Pisont, ott van egy Dajka. És ott van ugye sportigazgatóként az Urbán István. Most ebből felsorásban négy emberből három kőkemény egyéniség. Kőkeménye. Azt hinné az ember, hogy ugye mindenki azt mondta, hogy ebből nem fog jól kijönni a Honvéd, mert ugye több dudás egy csárdában, az egyértelmű az, mivel jár. Itt meg van jócskán több tudás. De azt az információt kaptam a Honvéd házatáján, hogy ez nem igaz. Tehát nem ezért áll az utolsó helyen, kiesően a Honvéd, mert hogy több dudás van, és mindenki mondja magáét, és nem tudnak zöldágra vergődni. Egyes hírek szerint Boldog Tamás egy az egyben ő dönt mindenről, nem kérik ki se Pisont, se Dajka véleményét, semmiben. Akkor, ha csak egy emberé az egész szereplés, akkor adja magát a kérdés, hogy akkor ilyenkor miért nem állnak föl? Föl kell állni. Vagy ilyenkor miben bízhat például a sportigazgató Urbán István? Aha. Úgy hiszem, hogy egy normális klubfelépítés az úgy kezdődne, ahogy most a Honvédnál fel van építve. Van egy sportigazgató, akinek munkaadói joga és kötelessége, ő igazolja az edzőket, tehát ő neki kellene ezt koordinálnia, és ő neki kellene, én úgy gondolom, hogy kiállnia a közönség, vagy a nagy nyilvánosság elé, és nyilatkoznia, hogy most itt mi van. Mert hogyha, amit te mondasz, hogyha az igaz, akkor ez itt nagyon el van fuserálva. Hiszen egy klub felépítése, ha nem a sportigazgató a vezető, akkor ő minek van? És a nem mellékesen ott a vezető, ez a Boldog Tamás. Az Urbányi, a Pisont és a Dajka Laci, ők mind Honvédhoz köthető. Ott vannak, csak mással foglalkoznak, teljesen mással. Honvéd kötődésű emberek, akiknek nem kell bemutatni azt a klubot. Most, hogyha a Boldog Tamás... De tudjuk, valahol mondjuk érthető Tamás estében az, hogy nekem, ne, én vagyok a vezetőedző, kész. Hogyha ő úgy egyezett meg a tulajdonossal, ez sose fog kiderülni. Ez sose fog kiderülni, igen. Ha ő úgy egyezett meg, hogy ő neki van a döntő szava, akkor neki kell elvinni a balhét. Nem, finoman. Itt nem döntő szó, egyáltalán nem beszél velük.
Itt nincs kommunikáció. Az akkor egy... Tehát ezért furcsa a helyzet, és ezért mondták azt, hogy itt nem erről van szó, hogy több dudás nem fér meg egy csárdában. Egyszerűen nincs több dudás, egy van csak, ezt tudomásul kell venni, nincs más. Nagyon rossz megközelítésnek gondolom én, vezetőedző részéről is, hiszen azt számtalanszor bebizonyította az élet, ahol én dolgoztam ott is, amikor vezetőedzőként vagy pályaedzőként, hogy kell az a fajta ellentmondás, amit mondjuk egy melletted álló kollega tud segíteni. Hát gondolom ezért építették fel így, hogy Pison Dajka ott legyen, hogy pont emiatt, hogy több szem többet lát, megbeszéljék, de jelenállás szerint ez nem így működik. Ha ez így nem működik, akkor valami változtatni kell. És akkor ezért mondták azt, hogy neki föl kéne állnia. Mivel, hogy egyedül ő döntött mindenről. Nem tudjuk azt sem, hogy az ő szerződésében mi van benne, hogy mennyi az idő intervallum, ami a bizalom él. Én úgy gondolom, hogy ennél a szezonnál többet nem kaphat, vagy hát most ez még van két mérkőzés, azt hiszem. Hát hogy... innen még gyorsan még felmehet a középmezőbe, annyira sűrűn van. Nagyon sűrű a dolog. Itt úgy hiszem, hogy attól függetlenül, ha el lemegy ez a két mérkőzés, azt hiszem december 16-án van az utolsó bajnoki, akkor... Most mondom, most MTK. Az se életbiztosítás. Ugye? Nem bizony, hiszen az meg a idézőjelben kis szemtelen fiatalságukkal nekiszaladnak bárkinek. Úgyhogy most az jön az MTK-n a Honvédnak. Az sem egyszerű, bár sajnáltam most a Honvédot, ahogy kikaptak, de ez a futballban benne van. Igen. Csak ha nem szereznek pontokat, akármilyen jó lehet a szakmai munka, akármilyen jó elgondolása lehet a vezetőedzőnek, ha ez pontokban nem fog jelentkezni, akkor vagy nem neki kell fölállnia, vagy valakinek föl kell. Nem mindegy, hát aztán lehet, hogy tényleg úgy látja az Urbányi, a sportigazgató, hogy boldog, jó munkát végez, jó úton haladnak, most nem volt szerencséjük, ugye itt a Covid őket is sújtja, és akkor... Még ebből még ki lehet egyenesedni. Lehet, hogy ők már látják. Józsi, az a baj, hogy ezt egy tulajdonos viszont nem tűrheti, hogyha egy honvéd sokáig a kieső helyen fog állni. Hiszen ha látják azt, még egyszer az eredmény számít ezen a szinten. Igen. És egy honvéd nem eshet ki. Mind ahogy egy Újpest sem eshetne ki. Tehát ahol nekik oda lyukadunk ki, de... Pedig az Újpest az egyik nagy szanszos. A szanszos mindegy, hogy most mit játszott. Igen. Sajnos, ott inkább, ott nagyobb bajnak látom azt, hogy ott meg se próbálták azt a fajta klubfelépítést. Semmit nem próbálnak. Ezért mondják a szurkolók azt, hogy tudja, hogy ki fognak esni, mert látszik, hogy nem is akarnak. Tehát tenni ellene, ők így látják legalábbis kívülről, aztán lehet, hogy belülről más a helyzet, de egyelőre ezt látják a szurkolók. Hogyha egy tradicionális klubtól ilyen szinten elfordulnak a nézők, ott komolyan magába kell néznie mindenkinek. Válogatott. Na most egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk még egy hétig, mert pontosan egy hét múlva lesz a sorsolás, hogy akkor fogja kisorsolni, hogy a VB-selejtezőn kivel játszik a magyar válogatott. Tehát most még egy hétig még tényleg lehet önfeledten ünnepelni, hogy kijutottunk az EB-re, hogy A-csoportosok lettünk Nemzetek Ligájába, legjobbak közé került a magyar labdarúgó válogatott, tehát most tényleg lehet ünnepelni. De ünnepeljünk-e? Kell-e ünnepelni? Mert ugye az, hogy kijutottunk az EB-re, az csak Platinának köszönhető, mert ugye ne felejtsük el, a csoportban negyedik helyen végeztünk. Annak idején, hogyha valaki harmadik helyen végzett, magyar kapitány, az attól megköszönték, el kellett válni. Itt viszont nem. És ugye végül is a bukottak közül jutottunk ki, még rajtunk kívül még három ország, Észak-Macedónia például, ugye? Tehát ez az egyik. A másik meg az, hogy a Nemzetek Ligájában végülis A-csoportosok vagyunk. Úgyhogy a C-csoportot meg sem nyertük. Itt is egy nagy átalakulás volt, változtattak rajta, és így kerültünk be a B-csoportba. Egyébként mondom, tehát a C-csoportot sem nyertük meg.
Ezek tények. Csak jó sikerült. Viszont B-ben meg kellett nyerni. Az kétségtelen. Akkor most nagyon jók vagyunk, és akkor minden jó, vagy ez csak egy óriási mázli volt? Hát ha reálisan kell nézni a dolgokat, mert a magyar ember az hajlamos arra, hogy egy kicsit elrugaszkodik a valóságtól, akár pro, akár kontra, tehát negatív vagy pozitív irányban is. Most úgy hiszem, hogy a Rossi személye miatt vagyunk egy kicsit szerencsésebb helyzetben, hiszen ő olyan játékosokhoz nyúlt, akikhez mondjuk az elődei nem nyúltak. Tehát ő jó érzékkel nyúlt azokhoz a játékosokhoz, akiknek bizalmat adott, és azok éltek vele. Ezt nem is tudom, kivel beszéltem telefonon, aki azt említette, hogy most sok magyar játékos vagy magyar akadémián nevelkedő játékos kapott lehetőséget, és éltek vele. Ez is igaz. Az is igaz, hogy sokan támadták is a Rossit mondjuk a Szalainak a szerepeltetése miatt, de úgy hiszem, ez pedig szintén őt minősíti, hogy ő kiállt mellette. Emlékezz vissza, hogy a 86-os VB előtt is a Mezei Gyurinak volt egy olyan elképzelése, amit még a Baroti Lajos bácsi közvetített az edzők felé, hogy a válogatottnál is csapatot kell építeni. Nem a legjobb formában lévő játékosokat kell játszatni. Emlékezz vissza, hogy a Nagy Anti személye mennyire ugyanolyan megosztó volt, mint most a Szalaié, hogy nem volt egy világklasszis futbalista, de egy olyan futbalista volt, akinek a csapat összetartásában hatalmas szerepe volt, és ezt egy szövetségi kapitány díjazta, és ő nála a Nagy Anti, aki a Honvédnak volt az alapembere, ő nála stabil alapjátékos volt. Valószínűleg voltak abban az időben jobb futbalisták az ő posztján, de a Gyuri ezt így letette mellett a voksot, és ő is VB-re juttatta ki a csapatot. Most a Rossi is eredményeket ért el azzal, hogy neki van egy elképzelt, gondolom, váza, akikbe játszanak olyan játékosok, vannak olyan játékosok, akiket mondjuk a közvélemény megkóstolna. Igen, de ne felejtsük el, akkor is Rossi volt a kapitány, amikor az EB csoportban negyedik helyen végeztünk. Így van. Tehát ezt tegyük gyorsan hozzá. Tehát, valószínűleg a kettő és most, között és most van. Ugye jött a Covid-járvány, ugye a pandémia miatt itt, hogy most üresre láttok mindenhol, ami előbb fogalmaztad igen. meg, hogy befolyásolja a mérkőzések hogyne. Eredményeit nagyban. Hogyne. Ez hajthatta a mi malmunkra a vizet. Azért mondta, hogy most önfeledten lehet ünnepelni, lehet. Aztán 2021-ben aztán lehet, hogy jön a felébredés? Lehetséges. De vagy... úgy gondolom, hogy most ezt élvezzük ki, ezt az időszakot, hogy most a lehetőségeinkhez képest sikerélményünk van. Mert most ugye már mindenki azt mondja, és eljutott oda a magyar labdarúgó válogatott, hogy bárki ellen fel tud lépni. Hát ezt még azért... És most nem is az, hogy győzelem, de ott van partiba. Most már bárkivel partiba tud állítólag lenni a magyar labdarúgó válogatott. Hát most, ha lesz a francia, portugál és a német mérkőzés, ott majd ezt be lehet bizonyítani. De lehet, hogy ez már hamarabb kiderül. Lehet. Mert ugye a VB-selejtezők már márciusban elkezdődnek, és kérdés az, hogy kit kapunk, kiket kapunk, hol kezdünk, kivel játszunk. Beleszaladhatunk ott is egy-két nagy nemű országban. És akkor ez... Most sokan azt mondják, szakemberek is viszont, hogy most nem fogunk felébredni, mert nem kell felébredni, mert most vagyunk a helyünkön, és ráadásul van nekünk egy Szoboszlaink, akit az osztrák edzője szerint hamarosan a világ legjobb játékosai között fognak emlegetni. Hát ebben a korban kevés magyar játékos, hát jó, a régi időben nem is lehetett meg ebben a korban külföldön futballozni, de ő 20 éves korára egy osztrák első osztályú élvonalbeli elitklubnak tud meghatározó játékosa lenni. Nem véletlenül most nem akarok butaságot mondani, de úgy tudom, hogy a világon a 20 legjobb fiatal játékos közé van rangsorolva
ez komoly, komoly fegyvertény. Na most egy ember, most akkor... Igen, ezt nem szabad. Se ő rá nem szabad túl nagy terhet rakni. Örüljünk neki, hogy van egy Szoboszlaink, és mondjuk el tud menni egy olyan klubhoz, ahol magyar játékos már régen volt. Uh-huh. Tehát, mert hiszen olyan klubokat dobnak vele szembe hát a jó, piacra, mondjuk hogy ez egy sokan voltak itt. Milán, akkor a Arsenal, vagy Bayern München, nem tudom. Tehát sok olyan van, ahol eszükbe juthat egy Szoboszlai. Na most a kérdésem az, hogy van egy jó Szoboszlaija. Mindegy, játszom a Bayern Münchenbe. Ettől akkor végülis a magyar labdarúgó válogatott is magasabbra kerül, mert ő vele már akkor azon a szinten tudunk játszani? Nem. Mert egy szokták mondani, egy fecske nem csinál nyarat. Biztos, hogy nem. Ezzel a kérdésem, hogy akkor most itten, mert most sokan Szoboszlai szemvegén keresztül nézve mondják azt, hogy a magyar labdarúgó válogatott most már fentebb lesz egy polcon, stabilan, hosszan, hiszen van egy Szoboszlaink, aki még fiatal, tehát minden adva van ahhoz, hogy ott legyünk. Azt látni kell, hogy most a Szoboszlainak elsül a lába minden igen. alkalommal, akár szabadrugásból, akár támadásból. És legutóbb is három gólt lőtt az osztrák bajnokságban is. Tehát ő, neki most van egy olyan futása, ami előtt meg kell süvegelni. Tehát, és még egyszer egy fiatal, még mindig fiatal játékosról beszélünk. Nem ijed meg a lehetőségtől, ha ott van, akkor elvállalja azokat a szituációkat, amikből sikerül neki gólt elérnie, és ez nagyon nagy dolog az ő szemszögéből, de ettől még egy csapatnak a játéka az nem lesz jobb, hiszen lesz majd neki is olyan időszaka, hiszen tudjuk jól a támadóknál nulláról üres kapuba is ki lehet hagyni a labdát. Biztos lesz olyan időszaka, amikor majd nem befelé fog pattani, hanem kifelé. Attól még az ő játéka ugyanolyan értékes, csak éppen nem, ez eredményesebben nem fog jelentkezni. Én úgy hiszem, visszatérve ugyanoda, ahova a Mezei Gyuri és a Rossi kapcsán is már említettem, hogy egy válogatottnál is csapatot kell építeni. Most, hogyha benne bízik a szövetségkapitány, és játszhatja őt, akkor azt meg kell hálálni, minél jobb teljesítménnyel, és ebből mindenki profitálhat. Hiszen azt se felejtsük el, hogyha őt most elviszi egy top klub, akkor az a hazai játékosok előtt szintén meg fogja nyitni a kaput. Nem, most nem ugyanaz a klub fogja elvinni, de mondjuk elviszi egy Paris Saint-Germain, akkor ott az összes francia klub most kapkodni fog sok a magyar játékosok. Ezért idézem mondom, haragszik a Dzsudzsákra, hogy elment össze-vissza, ahelyett, hogy elment volna nívósabb helyekre. Igen. És akkor ezáltal a magyar labdarúgó társainak is tudott volna pontosan ajtót nyitni. Pontosan, amiről most ne beszélsz. Sokan pont ezért is haragszanak a Dzsudzsákra, hogy ugye ő más utat választott, ahogy ők mondják, a pénzt választotta, nem ezt? Igen. És akkor uh-huh. ezáltal viszont zárva maradt a többieknek is ajtó most a Szoboszlai. Reméljük, hogy ő azt az utat választja, ahogy látom és ismerem a menedzserét, az Eszterházi Marcit, hogy ők jól gondolkodnak, nem siettetik a játékosnak az előrelépését, de amit te is mondtál, meg én is azt vallom, hogy ha ő egy top klubhoz fog szerződni, akkor az nagyon sok magyar játékos előtt lehetőség. Így van, mert látják azt, hogy egy magyar játékos jó szerepel egy top európai bajnokságban, akkor lehet, hogy mégiscsak érdemes a magyar labdarúgókhoz igen, a bizalom. Így van, na most ez, amit a Dzsudzsák ugye nem igazából épített föl. Sajnos. És ez, ami ugye pedig megtudta, pedig annó képessége alapján biztos, hogy tett volna, és ezáltal akkor azt mondták volna a menedzserek, hogy nem, biztos, hogy nem csak egy Dzsudzsák van, nézzünk szét Magyarországon. Hogy nem. Ez így volt, mindig is így volt, hogyha valamelyik országban egy magyar játékos letette a névjegyét, pozitívban, akkor oda tömegével kis túlzásra, a tömegével ment egy magyar játékos. Na most szegény Szoboszlai rakott tulajdonképpen most nagyon sok terhet raktunk ki semmi perc alatt a válogatott, illetve a magyar labdarúgók jövőjét is valamilyen szinten, hiszen ha ő elmegy top csapat, ha jól játszik, akkor előbb mondottak szerint, akkor még újabb magyaroknak lehet esélyük kilépni. Én úgy hiszem, igen. Bízunk benne, hogy ezt az utat választja. Sajnos időnk lejárt. Gyorsan. Gyorsan.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. További sportosat.